A civil szervezetek, kulturális intézmények is kiveszik a részüket az állami szabadnappá nyilvánított gyermeknap megünnepléséből. A gyerekek az iskolamentes minivakáció első napján lelkesen vesznek részt a nekik szervezett tevékenységeken. Kosárfonás, nemezelés, fafaragás. Csak egy pár a választható tevékenységek közül ma a gyereknap alkalmából szervezett játszóházban, aminek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épülete adott helyet. A főszervező Korek Mária szerint örvendetes, hogy egy ilyen esemény megszervezésében is össze tudnak fogni. Én úgy látom, hogy minél többen fogunk össze, annál értékesebb, színesebb eseményt tudunk varázsolni, főleg a gyerekeknek, ugye, mert nekünk ez az elsődleges célunk, és a családoknak. Úgyhogy ez történik ma, reméljük, hogy folytatni is fogjuk. Ugye az köztudott, hogy a múzeumot kinőttük, mert túl sok gyerek jön, és hát reméljük, hogy a színházzal majd még lesznek ilyen közös tevékenységeink. A gyerekek szemmel láthatóan élvezték a tevékenységeket. Nagyon jó ez a nemezelés. Azért jöttem el, hogy jól szórakozzak, és még ki fogom próbálni a pompom készítést. Rengeteg kézügyesség, fejlesztő tevékenység van, szórakoztatóak is, aranyosak. Azért jöttünk el a gyerekekkel éppen, hogy ezt a napot úgy ünnepeljük meg, hogy hasznos is legyen, élvezzék is, jól is érezzék magukat, és itt mindent megtalálnak ebből. Nagyon sok érdekes foglalkozás van, és mindent ki szeretnénk próbálni, azért jöttünk ki, mert gyereknap van. A Nemzeti Színház mellett az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház is fogadta a gyerekeket. Itt az előadások előtt tömött sorokban álltak a szüleikkel. A színházi műsorok mellett minikönyvvásárt is szerveznek számukra erre a hétvégére.